Jó estét mindenkinek! Beköszöntött a 8 óra, az eredményhirdetés, nem, díjátadásnak az időpontja. Korábban sosem volt, vagy talán nem nagyon volt ilyen, hogy elismeréseket átnyújtsunk itt a táborban. Mindig a közgyűlés volt ennek a helyszíne, csak hát az az igazság, hogy a táborban nagyjából majdnem, most már lassan majdnem 8-10-szer annyi ember fordul meg, mint a közgyűléseken. Úgyhogy logikusnak tűnt az a döntés, hogy akkor a idei két oklevelet és egy díjat, egy rangos, az egyesültünk legrangosabb díját itt a Tarjáni táborban adjuk át az arra érdemeseknek. Felfedjem, vagy fellebbentsem a fájtlat? Megpróbálom. Kicsit bonyolult ezzel a sok mikrofonrendszer. Súlyosbítva. Köszönöm. Mikrofonálványjal léptél elő. Azt mondja, hogy ugye az elismeri okleveleket az Egyesület érdekében kifejtett munkáért szokta az elnökség odaítélni. Ezúttal Szőke Balázs volt az, aki... És hogy miért, azt meg kell indokolni? A csillagnézőkről van szó, szerintem nem kell bemutatni, ugye a fő csillagnéző a Balázs. Egyetlen mondat, egy örömhír, amit tegnap este nem tudtam bejelenteni. A csillagnézők betéti társaság aláírta a szerződést a Magyar Televízióval, aminek értelmében a csillagnézőket teljes terjedelmében, mind a halálunalmas 97 percében, az elkövetkezendő 3 év során 2021. júli 31-ével bezárólag ig a közszolgálati csatornák valamelyikén adásfelosztás és beosztások alapján 4 alkalommal fogják levetíteni, mind a 4 alkalommal 48 órán belüli ismétléssel. Tehát 8-szor fog a csillagnézők lemenni a Magyar Televízióban, úgyhogy reméljük mindenki látja, és kinőjük a Tarjánt, vagy építetünk egy nagyobb előadót, hogy sokan lássák. Köszönöm szépen! Még nem fejeztem be. Van itt még egy másik is. Köszönöm a tartást, a jól tartást. Ugyanaz a szövege, csak a név más rajta. Azt mondja, hogy Kelemen Péter. Ő volt a filmnek, meg most is a fő kameramanja, vagy hogy hívnak? Nem, ugyanaz, mint én. Jó. Operatőr. Egy szóval jó ember. Köszönjük a segítségedet, meg a lelkesedésedet. Továbbra is így lesz. Akkor most én tartsam tovább? Igen. Jó. De várjál, csak ezt nem kínál. Mind a kettőre van szükség? Jaj, igen, kötsük össze. Kössük össze, hogy fejlődik. Jó, tehát akkor... Nem mindenki látta, úgyhogy mielőtt átadnám, megmutatom, most még mindenki meg tudja nézni. Ez a külön Kulin György díj, ami most már tényleg egy olyan díj, amin látszik Kulin György is. Hátuljára az van írva, hogy Magyar Csillagászat Egyesület, Kulin György díj, be van vésve az, hogy 2018, és nagy örömömre szolgál az, hogy akinek átadhatom, azért, mert hosszú évtizedeken keresztül bemutató, észlelő munkát végzett, és nagyon hozzájárult a csillagászat ismeretterjesztéshez, és amit még hozzáteszek, hogy külön öröm számomra olyan valakinek átadni ezt a díjat, aki nem csak a csillagászattal foglalkozott, hanem mellette a természetvédelemmel is, és ezt a kettőt összekötötte, így már úgy szűkül a lehető emberek neve, és akkor elárulom, hogy Újvárosi Antal az, aki megkapja a díjat.
teljesen meg vagyok hatódva. Hogy fogom én ezt lefényképezni? Hát ez gyönyörű, és egy tényleg örök emlék. Nem tudom, hogy véletlen, de egy olyan trikót vettem föl, hogy Magyar Nemzeti Parkok. És hát ugye ez mindannyiunk hitvallása, hogy tulajdonképpen a legősibb természeti értékünk a csillagos égbolt. És ez nekem a hitvallásom. Tulajdonképpen az emberiség kultúrtörténetének a legősibb értéke nem csak természeti, hanem kulturális érték is, de ezt ebbe a körbe igazán nem kell elmondani. Végtelenül köszönöm, hogy gondoltatok rám. Én azon lepődtem meg, hogy néhány hónappal ezelőtt én írtam az MCL-nek egy rövid e-mailt, amiben felterjesztettem egy szemét a Kulin emlékéremre. Köszönöm szépen. Nem én, nem magamat.